Karcagon vagyunk a György Fischer Nagykomúzeumban, ahol egy kazak delegáció érkezett. Kovács Sándor, a Konszövetség elnökével és a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk, hiszen az előbbiekben egy nagyon szép kitüntetést kapott. Ehhez először is szeretnénk gratulálni. Köszönöm szépen. Úgyhogy kicsit engem is meglepett, tudtam, vagy hallottam előzetesen, hogy ezt a kitüntetést meg fogom kapni, de mivel én nem tudtam a holnapi nap az ünnepségen ott lenni a kazak nagykövetségen, úgyhogy ide hozták le Karcagra erre a találkozóra, úgyhogy nagyon meglepődtem és nagyon jól esett. És itt azért hallottuk, hogy milyen sokrétű és sokágú ez a kazak-magyar kapcsolat, hiszen ön kalauzolta itt végig Nagymolnár Miklós úrral a vendégeket, és nagyon sok közös pontot találtak. Igen, ez nem fikció, hogy a kunok Közép-Ázsiából és a magyarok Közép-Ázsiából származnak, hanem ez történelmi tény, és erre nagyon sok példa volt, hiszen nagyon sok közös tárgy, közös megnevezés van. Léptennyomon azzal találkoztunk, hogy a két nép történelmében és nyelvében mennyi közös vonás van, és mennyi hasonlóság. Itt arról is beszéltek, hogy milyen folytatása lesz ennek a mai találkozónak. Igen, egy kicsit nagyobb lendületet adunk a kulturális, a civilek kapcsolatának, és ez is egy nagyon jó alkalom volt, hogy tovább vigyük ezeket a programokat, hiszen kazak alapítványok, akik a kultúrát, civil szervezeteket támogatják, nagyon szívesen vennék fel a kapcsolatot magyar alapítványokkal, különböző művészeti csoportokkal, és ez egy nagyon jó lehetőség. Jó pár évvel ezelőtt azért volt, mert ez a tavasz köszöntő ünnep nálunk, amire azt gondolom, hogy sokan eljöttek, és egy kuriózum volt akkor. Igen, hát talán már több mint 10 évvel ezelőtt volt ez a Nauriz ünnep. Szerintem nagyon sokan rácsodálkoztak a kazak jurta színességére, a kazak ételekre. Én azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy még egyszer, vagy akár többször is csináljunk ilyen jellegű rendezvényeket. Akkor reméljük, hogy nem először is utoljára láttuk a mai vendégeket. Ehhez pedig akkor sok-sok szervező munkát is kívánok önöknek, és hát magunknak pedig az, hogy minél több csoport érkezzen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és nem az elmúlt években kezdődött, hanem sokkal korábban, és nem is néhány 10 évvel ezelőtt, hiszen karcagi tudósok már ezt a kapcsolatot sokkal régebben megkezdték, és nem is egy-két évig fog tartani, hanem sokkal hosszabb ideig. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép folyamatban vagyunk, ami rajtunk múlik, hogy milyen lesz, és mennyire színes. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget! Egy kazak alapítvány elnöke látogatott Karcagra, vele beszélgettünk, a tolmácsolásban Konzul úr fog nekünk segíteni. Milyen alapítványnak az elnöke a vendégünk? Én három alapítványnak alapítványt alakítottam, az első alapítványnak nevezése Tlep Aspantajul, ő az én ötödik déd apám, aki Kobuzon játszott, és volt zeneszerző is. Ez emlékére én alapítottam ezt a alapítványt. És a második alapítványunk az Alfa Rabi és Sultan B. Bars alapítvány, és a harmadik alapítvány Szadalat Nurmagomed úr alapítványa, ő a Szovjetunióban a kazakh híres katonája volt, és az első kazakh védelmi miniszter is volt. Ez három alapítvány, ez három magán alapítvány, és mi nem kapunk semmilyen állami támogatást. Úgy tudom, hogy most, hogy Magyarországra érkeztek, egy együttest is hoztak, tehát több napra érkeztek, és mely városokat keresik most föl? Mi a Kleibesberg kultúrakúria kérésére érkeztünk Budapestre, mi együttesünk 17. Hidegkúti nyári fesztiválon fog részt venni, amely holnaptól kezdődik, és az első napon mi fogunk részt venni, és előadjuk a kazakh etnofolklor zenét, és amelyet szívesen mindenkit látjuk. A Karcagi Múzeumban megnézte a kunok történetét, és sok mindenre rácsodálkozott, és sok közös dolgot fedeztek föl Kovács elnök úrral. Azt tetszett ennek a múzeumnak élesztetessége, hogy itt Magyarországon a magyarok között jelen vannak, a kipcsákok életéről hagytak műemléket nálunk Kazasztánba. Nyilván, mint kipcsákok vagyunk, de mi így nem szoktunk oszlani, mi kazakok nevezünk magunkat, és ez tényleg ez egy nagy tevékenység, ez egy munka, hogy lehetett itt ezt a múzeumot alakítani, és fiataloknak ezt mutatni, hogy mi is volt a történelmi, mint az a Magyarországon kipcsákokról.
Ezt akkor a múzeumos kollégák nevében köszönjük ezt az elismerést. Reméljük, hogy azért Karcagon is köszönhetjük majd az ő együttesét. Birinciden Şahrandarınızğa ötü ülken rahmet aytam. Екіншіден, сіздерісі де мен шақырғым келеді. Осы екінші қыркүйекте бізде дүниежүзіндегі Қыпшақ қандас халықтардың біз бір фестивалін ұйымдастырып жатырмыз. Онда мәдениет жөнінде үш номинацияда болады. Ән, күй, би. Біз 16 елден жағдай шақырдық мәдениетке байланысты. Адамдарды соның ішінде Венгриядан бізге 5 адам келеді. Венгриядан жюриге біз оңғаша Мандокиді шақырдық. Егер сіздердің уақыттарыңыз болса, сіздерді Қазақстанға осы фестивальді көрсетуге, дәріптеуге келулеріңіз сұраймыз. Әді шайнаш нәм валосын, хоч летрайон, да рәмейік, хоч әтсер, мәй Қарцагон көсөнтетчік өкет. Тевіңбі сәретнің мұтатны Қарца капитаны Ковач Шандару адын информация Қазақстанға тейрастын. Хауынның үйдөнтіні әлеуінің Ковач Шандару рейсері лес чакызутат фәдәзнәк, атып De most mit lehet mondani, elnök úr? Mindenképpen támogatni fogom, hiszen azt gondolom, hogy aki egyszer látja Kazasztánt, az mindenképpen beleszeret. Ezzel én is így jártam, tehát hogy egy tévés vagy egy magánember kijut oda, vagy hivatalos úton, mindenképpen rá fog csodálkozni erre a csodálatos országra. Hát akkor ezek szerint már csak rajtunk múlik, de reméljük, hogy egyszer összejön. Köszönjük szépen! 2017-ben mi szintén fogunk rendezni egy ilyen jellegű zenefesztivált Asztanába. Ha idén is nem tudnak jönni, akkor 17-ben is várunk önöket, de viszont jövőjében 16-ban, ha itt lesz egy nagy kurultáj és meg leszünk hívva, akkor én még egyszer jövök ide saját együttesemmel. És persze meg kell említenem, hogy 2017-ben Asztanában lesz világkiállítás, Expo 2017, és azon is, vagyis ebben az Expo világkiállításon Magyarország is hivatalosan részt veszi, és ha önök ott lesznek, akkor meg fogják csodálni a magyar paviliont. Használja ezt a tévé lehetőséget, szeretnék meghívni a magyar barátaimat, hogy jöjjenek Kazasztánba, és vegyenek részt Expo-ba. Köszönjük szépen! Köszönjük.